Ebben a konditeremben csütörtökön délelőtt jó néhányan edzettek. A tulajdonos azt mondja, itt mindig sokan vannak, naptól és napszaktól függetlenül. Mostanában nagyon népszerű és trendi lett a mozgás. Bár az ünnepek után köztudottan megjön az emberek kedve a sportoláshoz, a fehérvári edzőtermekben egészen nyárig minden nap sokan megfordulnak. A Covid óta egy óriási átalakulás történt véleményem szerint a felhasználók között, és az ő körükben, ugyanis azt tettük észre, hogy ez az időszak kitolódott, most már egészen a nyár közepi időszakig nagyon sokan vannak az edzőtermekben, az egészségtudatosság előtérbe helyeződött, és rengeteg fiatalt látunk ezekben az időszakokban is, illetve összességében elmondható, hogy az ügyfélkör megváltozott, és jóval több fiatal látogat edzőtermekbe, ami úgy gondolom egy mindenképp egy pozitív változás az elmúlt évekhez képest. A fehérvári konditermek a csoportos óráktól kezdve a személyi edzővel végzett speciális edzéseken keresztül a gyógytornán át számos lehetőséget kínálnak a sportolni vágyóknak. Sokan az ünnepek alatt felszedett kilóktól szeretnének ilyenkor megszabadulni, de ma már nem csak emiatt szeretnek mozogni. Azonban fontos tudni azt is, hogy eredményeket nem szabad azonnal várni. Azok a sztereotípiák, hogy karácsonykor sokat ettem, és én majd lemozgom egy hónap alatt, az nyilván nem fog működni. Alapvetően egy életmód váltásra, egy felfogásbeli váltásra van szükség, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet hetekbe, hónapokba kifejezni, ez egy felfogásbeli különbség a korábbiakhoz képest. Egyébként ebben nagyon sok segítséget kaphatnak itt városszinten is a sportolni vágyók. A szakember azt tanácsolja, ha valaki most szeretne elkezdeni mozogni, mindenképpen javasolt eleinte személyi edző segítségét kérni. Egyrészt azért, hogy kontroll alatt legyen a mozgása, másrészt pedig fontos, hogy mindenki elsajátítsa a gépek helyes használatát. Heti 2-3 alkalom edzés már többet ér, mint az otthoni, kényelmes tévézés a kanapén. A mozgás az csak egy kulcsa az egészhez, tehát én is szoktam mondani a vendégeimnek, hogy a hűtőszekrényetekbe nem látok be. A mozgás az mondjuk, ha heti 3-szor jár 1 órában, az 3 óra, de az étkezés ennél sokkal több. Úgyhogy mindenképp ott kell elkezdeni. A mozgás mellé egy kulcs ahhoz, hogy elérje azt a dolgot, amit szeretne. Bedő Zsófia hozzátette, még most sem késő elkezdeni, hogy nyárra formába lendüljünk. Ugyanakkor az energiaárak robbanása miatt a konditermekben is emelkedtek az árak, de még mindig elérhető áron sportolhatnak azok, akik szeretnének odafigyelni a testükre és egészségükre.